A mai napon délután 3 órától volt még egy nagy feladata a lányoknak, ugyanis egy intelligencia teszten is részt vettek, hiszen nem csak az a fontos, hogy szépek legyenek, nekik ugyanis képviselni is kell városunkat különböző rendezvényeken, ezért nem csak az a fontos, hogy mi van kívül, hanem az is, hogy mi van belül. Szépségverseny lassan beépül a hétköznapjainkba. Egy ilyen példát szeretnék mondani, például a tavalyi szépségkirálynő Kuruczanetta az Anglia magazin egyik modellje, és azt reméljük a mai szépségkirálynőnkből is, hogy ugyanígy majd a következő magazinunk egyik modellje lehet, illetve a várossal történt megállapodás értelmében Eger arca képviseli Egert különböző rendezvényeken, és azt gondolom, hogy ez egy remek kezdeményezés. És Eger arcának van egy másik nagyon fontos feladat a mai napon. 18 órakor fogunk kisorsolni egy gyönyörű szemlégépkocsit itt azok között, akik az elmúlt hetekben 5000 forint felett vásároltak az Adriaparkba, és kitöltöttek egy sorshelyet. Vagyunk a testvéreimmel, az Eszterházy Károly Főiskola első éves hallgatója vagyok, és légiutas kísérő szeretnék majd lenni. Jó napot kívánok, Csóka Barbara vagyok, 17 éves, szócsör lakom, és az élet célom, hogy táncolni legyek. Köszöntök mindenkit, Pintér Annának hívnak, 15 éves vagyok, és gyermekorvos szeretnék majd lenni. Üdvözlöm a kedves nézőket, Kántor Hajalka vagyok, Hevesvezekényről, 20 éves vagyok, és a jövőben majd nővérem, mert egy külön modástúdiót szeretnék nyitni külföldön. Vagyok, 19 éves, a Pásztorvölgyi Gimnázium utolsó éves tanulója, a tanulmányaimat pedig a rendőrtiszti főiskolán szeretnénk folytatni. Szeretettel köszöntöm a zsűri tagokat és a kedves vendégeket. Somorjai Panni vagyok, Egerből érkeztem, holnap leszek 18 éves, és gyermekpszichológiával szeretnék foglalkozni. Üdvözlöm a kedves nézőket és a tisztelt zsűritagokat! Csipkés Klaudia vagyok, 18 éves, a Neumann János Középiskola tanulója. A jövőben történelemmel szeretnék foglalkozni. Köszönöm a figyelmet, jó szórakozást kívánok mindenkinek! Köszönök mindenkit, Nagy Boglárka vagyok, 21 éves. Egerben élek, 8 testvérem van és képzőművészetet tanulok. You wanna know.
Szeretném, hogy a köszöntenék a színpadon a 8 szépség királynő jelöltet. És szeretném a színpadra szólítani szintén Kocka Krisztinát, a Fotogén stúdió vezetőjét is. Őt is fogadják nagy szeretettel. És hát ahogy az ilyenkor általában lenni szokott, egy-egy ilyen eseményen természetesen mindannyian nagyon szeretnétek, és remélem fogtok is sokáig emlékezni arra, hogy részt vettetek ezen a versenyen, az egerarcai választáson. Úgyhogy most Krisztinától fogadjátok szeretettel mindannyian a versenyről szóló emléklapot a részvételért és a kemény munkáért cserébe, hiszen azt tudni kell azért, bár nem tudom, lehet, hogy anélkül, hogy én elmondanám, ez szerintem talán mindenki számára evidens, hogy a lányok nagyon sokat készültek erre a mai versenyre, több hónapon keresztül gyakoroltak, próbáltak, hogy itt a mai napon önök előtt a legjobb formájukat hozhassák természetesen. A virágot kapja Hóca Diana! Nézzük, hogy ő kinek adja a virágot!